Az őzek párzási időszaka július második felétől augusztus közepéig tart, viszont gyakran előfordul, hogy csak a hónap második felében ér véget. Az állatok ilyenkor fokozott balesetveszélyt jelentenek az utakon. A statisztika alapján nagyjából 6000 vad baleset történik az országban évente, de ebben nincsenek benne azok az esetek, amiket be sem jelentenek a rendőrségen. Az őzek bármelyik pillanatban bokros, erdős, fás területről főleg, de akár a szántókról, a kukoricásból is bármikor kiugorhatnak az útra. Nagy lendülettel érkeznek sokszor, megállás nélkül átrohannak az autók előtt, átrohannak az úton keresztbe. Ilyenkor nagyon fontos, hogy az autósok, ahogy közlekednek és látják a kihelyezett vadveszélyt jelző táblát, olyankor jusson eszükbe, hogy lassítanak. Fokozottan figyelik az út szélét, és mihelyt már felbukkanó állatot látnak, akkor fékezésbe kezdenek, hogy meg tudjanak állni. Még a sebesség határokat betartva is nagy károkat tud okozni egy ilyen őzzel való ütközés, pláne ha annál gyorsabban közeledünk. Fokozni kell az óvatosságot, lassabban közlekedni, így több esélyünk van arra, hogy meg tudjunk állni, ha felbukkan az őz. Az őzeknek a párzási időszaka után nem sokkal már kezdődik a szarvasoknak a párzási időszaka. Ugye az úgynevezett szarvasbőgés szeptemberben van, tehát ez így majd, hogy nem folyamatosan fokozott figyelmet igényel a járművezetőktől. Hogyha kint van a vadveszélytábla, akkor mindenképpen készüljenek arra, hogy ezek az állatok bármikor az úttest bármelyik oldaláról felbukkanhatnak, kisebb-nagyobb sebességgel is, de át fognak haladni előttük az úton. Fontos az is, hogy ha megpillantjuk az őzet, vagy hirtelen elénk ugrik, ne tegyünk semmilyen hirtelen, kapkodó mozdulatot, pláne ha esős, csúszós az út. Ha az úton tartjuk a járművet, és nem megyünk le jobbra-balra, jobbra egy mély árokba, vagy pedig balra egy szemből érkező autóval frontálisan ütközni, akkor mindig jobb, hogyha tényleg az úton tartjuk a járművet, erőteljes fékezés, és egyenesbe fogjuk az autót, hogy ott maradjon az autó az úttesten. Ha elrántja valaki a kormányt, gyakran nagyobb kárt okoz, mintha elütött volna egy őzet.